goulash recipe for 10 person. Mindig piszkos. Adj egy Kleenexet. Nem jön a Kleenex. Hány éve csinálsz te gulyást? Én? Mióta élek? 70 éve. 70 éve? Ja, 70 years. Because I, most 90 vagyok. Na, 70 years. 1 kilogram beef, 1 kilogram pork, 50 dekagram csont, 20 dekagram zsír or oil, 2 zöld paprika, 2 green pepper, 4 piece of foca, 4 piece of garlic, 60 dekagram onion, 1 tomato, 1 carrot. Jó lesz, hogy Greta? Nagyon jó. Jó van. Mindjárt. Itt mondom most a hagymát, a piros paprikát, fokhagymát megdincelünk olajon. Tomato. You put it first in the oil, then a bit fried, not too much. Then you put the meat, red pepper in it, okay. The powder red pepper, the rest of our vegetable. De az paprika meg ne égjen, mert akkor keserű lesz. A kömény magot hozzáadni, egy ideig csak az olajba dinsztelni a húst, hogy fehér színt kapjon a hús, de ott kell állandóan keverni. És akkor, mikor ez megvan, akkor felöntöd vízzel. Na most, a hús majdnem, mikor teljesen kész, akkor hozzáadod a krumplit kockákba. Then stir it and leave it to just put the lid on and leave it just simmer. Bit of, tehetsz bele egy nagyon kevés kis vegetát. Ez az egész. That is a recipe in Hungarian. Perfect, köszönöm, mama. Szeretsz a gulyás? What? Szereted? Oh, I love it. Szeretem, persze szeretem. Ki nem szereti? Én is szeretem. Ja? Akkor csak tanulj meg főzni gulyást, és csináld, mikor akarod.